Sziasztok! Most megmutatom nektek az én kis, hát nem titkos, de a rizibizit, hogy hogy készítem. Mert ez egyik, főleg a gyerekek körébe egy elég kedvelt köre. Beszállok közbe a rizst, vizet. Na, szóval egy 2 szál új hagymát, 5 deka vajon szépen megfonyasztok. Úgy kezdem a történetet. És egy ilyen nagy csésze rizst, azt szépen lemostam, több vízből. Teszek egy teáskanál sót, de ezt ugye ilyen nagyobb mennyiség, tehát ez legalább ebbe volt egy, ez tudom, majdnem 3 decis, ez egy ilyen 25 deka rizshez kell körülbelül az a egy teáskanálnyi só. Szóval egy picit megfonyasztom ezt a hagymát, és most jó alaposan átmostam a rizst. Én nem mindig szoktam a rizst, a párolt rizshez megfőzni, én bízom, hogy álltok be, hogy már szép tiszta. Itt most a keményítőt akartam róla eltüntetni. Ennek az az oka, hogy ezen a hagymán ezt nem fogom tudni leirítani. Két edényben meg ugye nem szeretek dolgozni, vagy nem akartam dolgozni. Tehát most annyit csinálok, hogy egy picit megfonyasztom ezt a hagymát közben. Felforraltam, ugye egy csésze rizshez kell 2 csésze víz. Felforraltam a vizet, mivel ezt nem fogom tudni lepirítani, így, hogy hamarabb elkezdjen párolódni, ezért forró vízzel öntöm fel. Viszont mivel ez le van mosva, és ugye mirelit zöldborsot fogok most beletenni, amint szintén van egy pici nedvesség, pára, így úgy mértem ki a vizet, hogy egy teliti csésze vizet, és a másodikban egy ilyen újnyival, tehát így ennyivel kevesebb vizet öntöttem bele, hogy ne főjön majd szét, tehát hogy azért egy viszonylag ilyen kis hát pergős, amennyire egy rizibizi az lehet, hogy egy pergős rizst kapjak. A hagymát nem is nagyon pirítom tovább, most már szépen elkezdett itt a vajban sülni, úgyis ez szépen bele fog a rizsbe párolódni, úgyhogy ezt a rizs most szépen beleteszem, és mondom, itt ennek nem sok értelme van, mert vizes is, tehát mire ez elkezdene pirulni, meg nem szoktam ezzel gyogyókázni. Mehet bele nyugodtan a forró víz. Úgy, és hát a zöldborsóból, ugye ez jóval több lesz, hát körülbelül azt a mennyiséget, mint amennyi a rizs volt. Ez most egy ilyen, hát talán egy fél csomag. Ja, és én mindig ezt a 45 dekás kiszerelésű extra zsenge zöldborsót veszem, itt talán 150 forinttal kerül többe kilója, de tényleg aprók szemű, és az ilyen rövid készülési idejű ételeknél is tök hamar fölpuhul, és sokkal jobb, mint az a kilós zsenge zöldborsó. Ugye ez is még visszahűti itt a vizet, és most először még hagyom ezt nagy lángon, amíg fölfor, és utána átteszem egy kis lángra, takarékra, és ahogy az összes eddigi rizsfőzős videónál mutattam, teszek, tehát hagyom szépen lassan megpárolódni. És majdnem elfelejtettem a lényeget, egy pici petrezselymet gyorsan hoztam be a kertből, de hát akinek nincs, akkor egy ilyen pár szálat, nem kell egy egész kis ilyen csokor, de egy pici friss petrezselyem mehet bele, és ebben most egy pici fekete őrölt borsot is teszek. Tehát a rizibizi azért az nem az a klasszik, hogy csak megpárolom a rizst, és csokkolom, az egy összetettebb, finom kis köret. És ugye ezt reszelt sajttal szokták tálalni, és én ebből kiindulva, amikor főzök, már a főzésnél egy ilyen kis csapott teáskanál parmezán típusú sajtot szoktam beletenni. És az is annyit, hogy ne igazán lehessen érezni, hogy hú, ez most ilyen
sajtos valami, de az ilyen kis pici finomságok olyan jó ízt tudnak az ételnek adni, hogy hihetetlen, és akkor egy ilyen pici őrölt fekete borsot is teszek bele, ezt megint így ízlés szerint, de ez se, tehát ne legyen borsos, egy ilyen késhegynyit tettem bele csak. És akkor most szépen le lehet fedni. Ha felfor, akkor átteszem a másik lángra, a legkisebb lángra, de már el is kezdett szinte forni. Úgyhogy abban a pillanatban, hogy fő a lé, leveszem a legkisebb lángra, és szépen keverés nélkül megpárolom. És amikor elfőtte a levét, lezárom a vizet, és hagyom egy negyed órát pihenni, addig hozzá se fogok nyúlni. Ja, és még valami, hogy nagyon sokszor téma ugye, hogy milyen rizsből főzzünk, mert a mostanában borzasztóan az ilyen ás meg bés rizseknek a minősége, az leromlott annyira, hogy még én se tudok belőle egy normális rizst főzni, és én az Aldiba találtam ezt a rizst, ez long corn rice, tehát hosszú szemű rizsként fut, zöld színű, ez a Happy Harvest márka, ez valami 360 körül van egy kilója, egy kis visszazárható csomagban van, rá lehet ragasztani, és ha nem basmati vagy jázminrizs csinál az ember, amit ugye tök könnyű abból jó rizst főzni, ebből mindig nagyon-nagyon jól sikerül a rizs. Én csak ezért, ha más nem kell, beszoktam enni az Aldiba, megveszek egy kartonnal, és amíg el nem fogy, ezt használom, és utána megint megyek. Ezt évek óta ezzel dolgozom, ezt többször kérdeztétek, hát íme, ebből a rizsből nagyon-nagyon jó rizs lehet, ezt az Aldiba lehet kapni. Na megfőtt és pihent egy ilyen negyed óra 20 percet. És akkor itt jön az igazság pillanata. Ilyenkor szoktam így egy, azért húsvillával, mert ugye hajlamos jól összetapadna a rizs, és ezzel ilyen nagyon szép, könnyen föl lehet keverni. És ilyenkor megkeverem, és akkor tálalásig szépen így marad, és akkor most így a, hogy lássátok, hogy azért néha eszünk ilyen extra kajákat is, így megtárolom és megmutatom, hogy mit fogunk hozzáállni, de az még egyelőre legyen titok. Hát, tudom, hogy extrém, de ezt a rizibizit most egy ilyen indiai körös csirkével esszük, de ugye ilyenkor a kis sajtot bele szoktam túrni a rizs köré, és ez így önmagában is egyébként egy ilyen tehát egy nem laktovegetáriánus, aki eszik állati eredetű terméket is csak húsnál, az egy főételnek megehetné, de hát hogyha egy kis húsit is bekapok mellé, gyerekek, természetesen ennek is van lesz a videója, meg a húslevesnek is, meg mindennek. Nagyon jó. És ez így, tehát ez egy olyan köret, amit önmagában meg lehet enni. Picit több reszelt sajta, szinte. Hú, most majdnem kimondtam, hogy szinte mint egy risotto, na azért mit kaptam volna. Nagyon-nagyon finom. Bátran, könnyen készítsétek el. Itt állnak a lányok mellettem, akarnak valamit. Én el akarok, köszönöm. Akkor gyere. Jó étvágyat kívánok hozzá. Jó étvágyat. Én nagyon kanyakajákat, sziasztok. Hello, sziasztok.